Jelentések szerint legalább 7 ember meghalt az oroszok által megszállt dél-ukrajnai Novakakovkában, Herszon megyében. Egy nagy lőszerraktára mért ukrán rakétacsapás következtében. A célpont egy kulcsfontosságú vasútvonalhoz és a Dnyipro folyógátjához közeli raktárépület volt. Nem az embereket kell hibáztatni azért, amilyen elnökük van, ha például olyan, mint Putyin, mondja ez az elmenekülni nem akaró asszony. Bárcsak meghalna az a parazita, teszi hozzá az idős nő. Ukrajna az elmúlt napokban jelezte, hogy ellentámadást indít az ország déli részén fekvő területek visszaszerzéséért. A halottak számát nem lehet leellenőrizni, az adatokat a megszálló orosz hadsereg tette közzé. A Novakakovkában történt robbanásról az orosz állami hírügynökség úgy számolt be, mintha egy műtrágyaraktár robbant volna fel. Közben az orosz hadsereg csak lassan tud előre nyomulni. Az ukrán katonák elszántan tartják az állásaikat. Mindenképpen győzni fogunk, de kérdés, hogy milyen áron, mondja ez az ukrán katona. Minél több fegyvert kapunk, annál kevésbé kezdeményeznek ők. A fegyverraktáraikat aláástuk, nem igazán lőnek válaszként. Két oldal kifogyóban van a létfontosságú katonai felszerelésekből. Az Egyesült Államok szerint Vlagyimir Putyin Iránhoz fordult drón utánpótlásért. Az még nem tisztázott, hogy Irán szállított-e már drónokat Moszkvának, de ez is azt példázza, hogy Oroszország partnereket keres a fegyver utánpótlás biztosítására. Olyan eszközöket keresnek, amit például Szaúd-Arábia megtámadására is használtak, mielőtt a tűzszünet életbe lépett volna Jemenben. Szögezte le a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. A drónok és más csúcstechnológiás fegyverek hiánya hatással lehet mindkét félre, bár egyelőre nem látszik, hogy ez csökkentené az elszántságukat.